Megérkezett a Visual Concept ezredfordulón indított kosaras sorozatának legújabb darabja. Néhány éve megalkották a fejlesztők az eddigi legjobb kosárlabdára fókuszáló videójátékot, de a 2016-os NBA 2K17 átlag 90 pontos Metascore értékelése óta folyamatosan hanyatlik a széria, a múlt évben már csak 76 pont környékén járt. Az évente megjelenő sportjátékok esetében általános gyakorlat a korábbi játékelemek újrahasznosítása, így elsősorban az érdekelt bennünket ezúttal, hogy megtapasztalható-e valamiféle újító szándék a friss évadban, vagy hogy stílszerű legyek, ezúttal is csak át akarnak baszni a palánkon. Én megkirohantam a pályáról, nagyon jó megkezdtük ezt a mindent eldöntő meccset. Miért mindent eldöntő? Mi is az apropó? Azért választottuk ezt a két csapatot most, dobbam el fogják venni, mert mindent eldöntő hetedik meccs következik az éjjel, a Denver Nuggets és a Clippers között, úgyhogy egy nagyon szoros párharc lett. Na most egyenlőbb, most már hát a sikerül és gyönyörűen ott is van a Mamba, nézd be. Nem volt rossz. Zsákolta és még egy... Mamba, mindjárt kapsz a Mambát, áttörtem ott a... védelmen. A körítés az egy az egyben nagyon élethű, ez megmaradt a tavalyi előző részekből. Igen, valóban így van. Ezzel miért adták a játékot, hogy ezen a téren a 21, illetve a 20 is zseniális volt, mert hogy tényleg olyan, mintha ott lennénk egy NBA meccsen. Igen. Itt éppen látható, hogy egy csávó egy méretes szerszámmal valamit művel a pályán. Egy póló. Kilövő autó. Ki hogy nevezi a kilövővé. Jaj. Itt gyorsan kell. Mit csinálsz? Break-break-elek. Ez mi volt ez a... ez volt az elterelés, hogy egy kicsit fetrengtünk a földön. Igen, megjesztette. Bevegyük, mint Feri bácsi az asszonynak. Hol van? Mivel kell? X-el. Hopp. Hát ez meg lesz. Páré. Egy. Ennek a pacsik. Picsi pacsi. Milyen picsi pacsi mehet a öltözőbe, mi? Ezt nagyon elnéztük. Ott van középen, menjél! Hoppá, ott van középen. Nem igaz! Mit csoda a mozdulat. Hát ez... Na ez a Kobe Szopó. Volt a számba, igen. Szopó állarsz felvétel. Volt, de most már én is felvettem. Volt egy szép lyukacska, betöntük. Az végeredményben játékmenet tekintetében nulla újítás tapasztalható. Így van. Játékmódok terén valami? Játékmódok terén sem. Sem. Mivel az új sztorin kívül a mikrotranszakciók még talán még pofátlanabb módon vannak jelen. Szokásos faltok. Szakásos. Így van. A szakásos, akkor most már kapsz egy két pontost azért büntetésből. A karriermódhoz csatolt narratíva maradt a régi, ezúttal is a megszokott utat kell bejárnunk az NBA csapatokhoz kerülés érdekében, de a főszerepeket természetesen ismerős színészek alakítják. A szomszédság ugyanaz az offline-online hibrid rendszer a pozitív és negatív hozadékaival együtt, mint legutóbb, csak a környezet más. Az újonnan bevezetett analóg karos kosárra dobási mechanizmus sem nevezhető igazi újdonságnak, de kétségtelen, hogy sokkal nehezebb lett betalálni a gyűrűbe. A jobb analóg karral célba juttatott találatok jócskán felértékelődnek. Ugye a rooster is megegyezik a tavalyival, mivel még nem ért véget a szezon, de egy javítás keretében később azért természetesen frissítésre kerül majd. Na, ráadásnak a My Team opciót ezúttal is szétbaszarintották a mocskos pay to win rendszerükkel, ha nem bírod a tökölést, akkor csenges a fejlődés érdekében, te büdös paraszt, gondolták a fejlesztők. Szóval hiába kurva jó még mindig a gameplay és fergeteges a hangulat, ha alig kapunk komolyabb újdonságokat, így ezért érezhetjük úgy, hogy egy vastag turhát köptek az arcunkba, mert bizony ez egy mocskos nagy lehúzás lett. A Metascore 58 pontos értékelése jól tükrözi a végeredményt, de mi még ennyivel sem jutalmazzuk ezt az aljasságot.